Arad mindig is a 13 vértanú városának tartotta magát, még akkor is, ha Aradon 16 vértanút kellene gyászolnunk, hiszen már 49. augusztusban Ormai vadász ezredest azonnal Hajnau fölakasztott, és az ő sorsából tudjuk, hogy Hajnau milyen sorsot szánt a magukat megadó honvédtiszteknek. Nagyon egyszerű rögtönítelő bíróságot azzal, hogy ha megállapítják róla, hogy korábban osztrák tiszt volt, ha megállapítják róla, hogy harcolt az osztrákok ellen, akkor agyonlövik. Ha nagyon bűnös, akkor fölakasztják. Hajnaunak csak a megtörtént kivégzéseket kellett bejelentenie. A 13-ét, és utána még két kivégzést Kazinczy Lajosét, aki későn érkezett ahhoz, hogy október 6-án ő is ott legyen, és Hauk Lajosét, aki az uralkodóháznak a vezető tagjai udalmazta bécsi forradalmár korában, a röpirataiban, és őt is felakasztották 1850. január végén, mégpedig egy nappal korábban, mint kellett volna, de a főporkoláb Urtika, őrmester, a Lichtenstein Wallisér ezredből disztótorra volt hivatalos, és nagyon szépen megkérte Haukot, hogy uraságodnak úgyis mindegy, úgyis felakasztják, akasztassa már föl magát egy nappal korábban, és Hauk ebbe belement. Úgyhogy így egy nappal rövidebb életet adott neki a sorsa földön. Október 4-e Ferenc József nevenapja volt, Ferenc nap, és mindenki azt várta, hogy akkor jön majd a futártiszt Bécsből a kegyelmi hírrel. Nem. Az osztrák hadsereg történetében soha ilyen vérlázítóan kegyetlen és ostoba, szigorú ítélet nem született. És ebben sajnos Ferenc Józsefnek személyesen is szerepe volt, hiszen Ferenc József javaslatára határozott úgy az osztrák minisztertanácson a kormány, hogy nem kell Bécsbe fölterjeszteni a halálos ítéleteket jóváhagyásra, hanem Hajnau kivégeztetheti őket, csak a megtörtént kivégzést kell bejelenteni. Schwarzenberg miniszterelnök, a halovány vámpíra, hogy nagyon találó a Széchenyi nevezte, ő mondta az Ferenc Józsefre, hogy sokkal jobb, hogyha az uralkodó keze a vértől tiszta marad, és ezért Hajnau viszi el majd a felelősséget, még az ő keze, Schwarzenberge is tiszta marad. Pedig Palmerszor, az angol külügyminiszter megmondta október 6-a után, hogy az osztrákok nem méltók az embernévre ezekkel a kegyetlenségekkel. Másik nagy jelentőségű épület, az úgynevezett új épület volt, amely régen laktanyáként funkcionált, de ebben az időben elsősorban börtönként volt ismert. Hajnau már 1849 nyarán sem rejtette véka alá, hogy nagy arányú, kiterjedt, megtorló akciót tervez. Sehez úgy tűnik, minden nehézség nélkül sikerült megnyerni a fiatal uralkodó Ferenc József támogatását. Gyakorlatilag szinte mindenkit felelősségre lehetett vonni, aki 1848. október eleje után bármilyen módon közreműködött a magyar kormányzat működésében. Összességében körülbelül 120-150 halálos ítélet végrehajtásra került sor, de természetesen a halálos ítéletek száma ennél sokkal több volt, de a legtöbb esetben enyhítették a büntetést 12-15 évnyi sáncmunkára, nehéz vasban eltöntendő fegyházbüntetésre, és így tovább. A bebörtönzések száma körülbelül 1000-1200 főre tehető. Az első magyar miniszterelnököt itt végezték ki, ahol az emlékére emelt örök mécses áll, de akkor nem tér volt ezen a helyen, hanem egy irdatlan nagy épület, a Neue Gebäude, vagyis új épület. Egy három emeletes, négyzetes alaprajzú tömb volt ez a kaszárnyának és börtönnek használt épület monstrum, hatalmas belső udvarral, és körülötte lakatlan, beépítetlen területtel, hiszen jóval az akkori városfalon kívül állt. A méreteit szemlélteti, hogy nagyjából itt az örökmécsesnél volt az épület egyik sarka, és több száz méterre a mai Nagy Imre szobornál a másik. Micsoda véletlenjei vannak a történelemnek.
két kivégzett magyar miniszterelnök emlékhelye egymástól néhány lépésnyire. Hajnau természetesen kötél általi halálra ítélte Batthyányit, aki ezt a megaláztatást elkerülendő egy kis törrel a kivégzés előtt éjszaka elvágta a nyaki ütőerét, hogy ne tudják felakasztani. Képzeljük el, micsoda lelki erő kellett ahhoz, hogy a mellette strázsáló őr jelenlétében a takaró alatt egyetlen jajszó nélkül ennyire megsebezze magát. Már a vérveszteségtől is majdnem meghalt, és végül is a kaszárnya parancsnok a saját felelősségére golyó általi halálra változtatta az akasztást. A rettegett és gyűlölt új épületbe még jóval a szabadságharc leverése után is zártak politikai elítélteket. Például 1851-ben idehozták és ítélték 10 év várfogságra a bujdosok rejtegetésével vádolt Teleki Blanka grófnőt, aki megint csak egy furcsa grimasz a sorstól, éppen itt az új épület mellett néhány lépésre a későbbi börtöncellájától nyitotta meg 1846-ban az első magyarországi leánynevelő intézetet. Ez a szobor arra emlékeztet, hogy az új épületben 1849 és 1859 között több mint 100 halálos ítéletet hoztak. Nem csoda, hogy a pesti nép mindent megtett, hogy eltöröljék innen ezt a sötét emlékű épületóriást. Amikor aztán 1897-ben végre lebontották, a helyén egy hatalmas térség keletkezett, amely talán Pest legtöbb jelképet hordozó tere lett. Ide torkolik a Honvéd utca, de az október 6-a utca és több azon a napon kivégzett tábornok Vécsei Aulich Nagy Sándor József utcája is. És persze az sem véletlen, hogy ennek a térnek, ami az egykori gyászos emlékű kaszárnya börtönnek tulajdonképpen az udvara volt, az lett a neve, hogy Szabadságtér. A szabadságharc vezetésén belül arányaiban a katonai vezetés sokkal súlyosabban érintette a Hajnau-féle megtorló kampány, hiszen a politikai vezetők nagy része emigrációba távozott, Törökország felé lépték át a határt. Természetesen nagyon fontos volt a bécsi kormányzat számára, hogy legalább szimbolikusan a távollétükben velük szemben is lefolytassák a hadbírósági eljárásokat, és ugyanúgy szimbolikusan a kivégzéseket is. Hogy mit lehet azzal kezdeni, akit nem is sikerült elfogni? Hát természetesen fel kell akasztani. Ennek a következő ma már talán különösnek tűnő módját eszelték ki Bécsben. Szabályos pert rendeztek az illető távollétében, a perben halálra ítélték, és a nevét ráírták egy táblára, amelyet aztán rászögeztek egy akasztófára. Hihetetlen, nem? Azért nem volt ez a dolog túlságosan vicces, hiszen bírói végzés birtokában, hogyha az osztrák hivatalos szervek valahol elfogtak volna valakit, akit így in effigi, vagyis jelképesen halálra ítéltek, akkor bizony a törvény szerint a valóságban is végre lehetett volna hajtani rajta az ítéletet, bár nem tudunk arról, hogy ilyen eset meg is történt volna. A forradalomnak sok vezetőjét akasztották fel ilyen jelképes módon, például magát Kossuthot is. De közülük a legkülönösebb Róf Andrássy Gyula sorsa, aki görgei segédtisztjeként, mint őrnagy vett részt a harcokban, aztán a Szemere kormány megbízásából diplomáciai küldetésben Konstantinápolyban igyekezett támogatást szerezni a szabadságharc számára. Világos után természetesen nem térhetett haza, távol létében in effigi felakasztották, de ez nem akadályozta meg abban, hogy az 50-es években kedélyes társasági életet vigyen Párizsban, ahol a hölgyek a szép akasztottként emlegették. Aztán 1857-ben hazatérhetett és újra részt vett a politikai életben, sőt, Deák Ferenc javaslatára 1867. február 17-én Ferenc József őt nevezte ki miniszterelnökké, majd a koronázáson Simor herceg primással Nádor hiányában ő helyezte Szent István koronáját annak az uralkodónak a fejére, aki őt korábban jelképesen felakasztotta. Vajon ők ketten, Ferenc József és Andrássy Gyula, mire gondolhattak azokban a percekben? A tábornokok általában a földszinten voltak elhelyezve. Mindig lesték, hogy a főporkoláb mikor jár arra, mert a főporkolábnak kellett odaadni a kérelmező leveleket, csak az vihette a tábornokhoz, és csak így kaphatták meg az engedélyt, mondjuk, hogy valamilyen látogatót fogadhassanak. A kivégzés előtti éjszaka mindenki fogadhatott természetesen látogatókat. Damjanicsné volt bent,
Lánernében volt, nagyon szép olasz asszony volt, és azon az éjszaka a tábornokok a folyosón hallották, hogy egy fuvolán valaki a Lammermoori Luciából az Edgárnak a szomorú búcsúdalát, a Bell'alma innamorata, a szerelmes szép lelkem című áriát játssza a fuvolán. Ez Lanner György volt, akinek Lucia Conchetti volt a felesége, egy fiatal olasz nő, volt egy 5 éves kislányok, és így búcsúzott az ő Luciájától, a Lammermoori Luciának a búcsú áriájával. Azon a helyen vagyunk, ahol az akasztófára ítélteket kivégezték a Marosparton, közel a várhoz. Kijöttek a várnak egy északi kapuján, és ide hozták az embereket. Körülbelül egy gyenge fél óra séta volt, Aulichnak a szivarja pontosan tartott. Nem adta oda a papnak előző este, azt mondta, egy kell nekem holnap az utolsó útra. És milyen pompásan kiszámította, pont akkor aludt ki a szivar, amikor ide megérkeztek. És itt indult el aztán a szörnyű kivégzés, mert bizony az elég nehéz volt. Maga a hóhér nagyon tiltakozott ellene. Próbálta elmagyarázni, hogy mocsaras talaj, nehéz kiékelni a bitófákat, még a végén kidől valamelyik, kifordul, és így tovább. De nem. Sikerült a végén megoldani, baj nélkül. Csak annyi változást tettek, hogy nem egy sorban állt a 9 bitófa, hanem az 5. Nagy Sándor József bitófájánál egy kicsit hajlott a vár felé, a Marossal folyásával párhuzamosan ez a vonal. Nettenetes volt a kivégzés, alacsonyak voltak az akasztófák, és a hosszabb vértanúk lába leért a földre. Tehát ezeket a hóhérlegények belekapaszkodtak ott a térdünkbe, és úgy rángatták őket, miközben fönt a hóhér megpróbálta a nyakukat eltörni. És ez általában könnyen sikerült neki, kivéve a legelsőnél. Pöltönberg Ernő egy pici ember volt, egy sportember volt. A kemény nyakat nem tudta eltörni a hóhér, úgyhogy nagyon kínos halála volt szegény Pöltönbergre, és a többiek látták, hogy ez vár rájuk is. A következő Török Ignác volt, mert gyorsan végzett a hóhér. Állítólag már amikor a kötelet a nyakára tette Török Ignác, szívszélhűdés kapott az öreg utasztábornok, és ott egy hullát akasztottak föl. De a kiskutyája ott kikísérte Török Ignácot a kivégzéshez, és a kiskutya leült a bitófa előtt, és várta, hogy mikor száll le a gazdája arról a furcsa, magas izéről, és mikor mennek már haza. És úgy kellett elkergetni a kutyát, mert a kutya hűséges volt, megindítóan. Lanner volt a harmadik, aki a Magyar Honvédség felszerelésének, felfegyverzésének a csodálatos vezetője volt. Művelt, okos ember, kiválóan beszélt nyelveket, és nagyszerű szervező volt. Utána Knézics Károly, egy vakbozgóan vallásos horvát határőr családnak a gyermeke, akinek egri szerb felesége volt, kapitány Bombin Katalin, és a rettenthetetlen hős személyes vitézségéről híres volt Knézics Károly, ez a kicsi, alacsony, szemüveges ember. Ez otthon papucsférj volt. Papucsférj volt, és a felesége nem volt itt a kivégzések idején, mert azt mondta, hogy Károly, nekem haza kell mennem, Egerben szület van. És hazament, és szegény Knézics odaadta neki a 2 kitüntetését, meg volt neki a 2. és 3. osztályú katonai vitézségi érdemjele, a kisebbik lányának elküldte, és máig a család birtokában van. Utánuk őt Nagy Sándor József tábornok. A következőt Leiningen-Westerburg Károlyt, ezt a lovagias tábornokot, ezt az angol királynő rokonságába tartozó férfiút egyenest azzal vádolták, hogy Buda bevételekor osztrákokat mészároltatott le. Az ellenkezője volt igaz. Rengeteg tisztet mentett meg, hogy nehogy ott a kézi tusában valamelyik golyót kapjon, vagy egy szuronyt a szívébe. Úgyhogy pont az ellenkezője volt igaz. Lényegen is magas ember volt, neki is leért a lába a földre, de ha hihetünk Balóbéni református papnak, ő nem szenvedett sokáig. Mint hogy nem szenvedett sokáig Aulich Lajos sem, az utolsó hadügyminisztere Kossuthnak, a másik Lajosnak. Utána jött Damjanich.
És azt mondta, hogy azt hittem már az utolsó lesz, pedig a csatákban úgy emlékszem, inkább az első voltam. És leszállt is mankójával oda, küzdötte magát a bitófa alá, és ez rémes volt, mert Damjanics is 1,90 m körül volt. Úgyhogy bizony a törött lábába kapaszkodtak bele, és azt hajlítgatták térben, iszonyatos kéna között halt meg. És ekkor jött Vécsei Károly, az utolsó, akit azért hagytak utolsónak, egyrészt, mert a kivégzéseket szabályozó uralkodói rendelettel megérkező Gründe gróf a személyes ellensége volt valami nőügy miatt Vécseinek, és ezzel megtette azt a szívességet, ő legyen az utolsó. És Vécsei, amikor felállt a zsámolyra, amit aztán kirántottak alóla, akkor hirtelen a Maros túlsó partjára nézett, mert ott valami rettenetes zaj volt. Kiderült, hogy az a sertés hizlaló telep, amelyiknek a tetején rengetegen álltak, hogy lássák a kivégzéseket az innenső parton, a vár mellett, az beszakadt a teteje, és még nézte, hogy mi is van. És utána a hóhér ott is elvégezte a munkáját. Sükl hadbíró kiadta neki a 9 kivégzésről az elismerő iratot, hogy foglalkozásánál a szükséges ismeretek birtokában volt. Ez az ember később pesti városi hóhér lett, és ha vidéken kellett gyakorolnia a hivatását, akkor mindig a Damjanics tábornoki köpenyében utazott egy fehér szűrben vörös zsinórokkal, mert a hóhért illette az felakasztottak felső ruhája, és a hóhérsegédeket a fehér nemű. Mesztelenül kerültek a sírba a holttestek. Vécs egyik nevezetessége a Votivkirche, a fogadalmi templom, ami az osztrákokat az ellene elkövetett merénylet után felgyógyuló Ferenc Józsefre emlékezteti, akinek a megmenekülése emlékére építették ezt a templomot. Minket meg némi áttétellel, az elnyomás ellen lázadó magyarokra is. Voltak ugyanis néhányan az 1850-es években, akik keveselték a Deák Ferenc féle passzív ellenállást. Odáig persze nem sokan jutottak, mint Libényi János, aki a szabadságharc alatt katonaszabóként dolgozott Aradon, és 1849. október 6-án állítólag szemtanúja volt a tábornokok kivégzésének. Ekkor úgy döntött, hogy ő bosszút áll értük. 1850-ben Pestre, majd ide Bécsbe utazott, kapcsolatba került az ellenállási mozgalmakkal, és elhatározta, hogy megöli a császárt. 1853. február 18-án Ferenc József a megszokott sétáját végezte, mindössze a hadsegédje kíséretében. Amikor itt a közelben a karintiai kapu a Kertner-tor környéken járt, amelyet már lebontottak azóta a városfallal együtt, és a helyére épült fel az operaház, szóval amikor itt járt, a 23 éves uralkodó a Básta sétány mellvégén kihajolt, hogy megnézze a lent gyakorlatozó katonákat. Ekkor Libényi odarohant, és a nyakába szúrta a kését. Két dolognak köszönhette Ferenc József, hogy életben maradt. Egyrészt a merev katonai gallérnak, ami felfogta a szúrást. Másrészt annak a József Ettenreich nevű mészárosnak, aki a teljesen lebénult hadsegéd helyett ártalmatlaná tette az elkövetőt. A császár ugyan ágynak dőlt, és néhány napra elvesztette a látását, de hamar felgyógyult. A merénylőt viszont rövid eljárás után, február 26-án felakasztották. Ferenc József öccse Miksa kezdeményezésére monarchiaszerte gyűjtést rendeztek, hogy itt nem messze a merénylet helyszínétől felépítsék a tervek szerint népek székesegyházát, ezért is került például Szent István és Szent László szobra is a homlokzatra. Kérem, higgyék el nekem, hogy ott vannak az állványzat mögött, most nem látszanak. Végül is fogadalmi templom, vagyis Votivkirche lett a neve. A rendőrség pedig összeesküvők után kezdett nyomozni, mert nem hitt a magányos merénylő teóriájában. Sorozatos letartóztatások következtek, kinyomozták például, hogy Libényi János a 40-es évek elején vácott, egy szabómesternél dolgozott, még 10 éves gyerekként. Ezt a Libényivel már évek óta nem is találkozó öreg mestert is elfogták, és a pesti újépületben belehalt szegény a megpróbáltatásokba. Minket ez a fogadalmi templom rá is emlékeztet. A társadalom szélesebb rétegei számára mindenekelőtt a mindennapok apró eseményei jelenthettek alkalmat arra, hogy kinyilvánítsák 1848-49 eszményeihez való hűségüket és ellenállásukat az új kormányzati rendszerrel szemben. A forradalom szabadsághoz jeles napjainak a megünneplése szűk családi
ismerősi, baráti körben elterjedt jelenség volt ezekben az években. Kéziratban másolták, továbbadták a forradalomra emlékeztető költeményeknek tömegeit, röpiratokat, és így tovább. Mindezek az ellenállásnak nagyon különböző formáit jelentették. A szabadságharcra emlékeztető relikviák gyűjtése szinte minden családban valamely tagot érintett, és ebben a nők jártak elől. Két különleges ékszert szeretnék bemutatni, amelyek az 1850-es években készültek. Az első egy egyszerűnek látszó karkötő aranyból. Hogy mi benne a különleges? Hát az, hogy az arany karkötőn belül el van rejtve egy másik, egy rabmunka, amelyet egy 1849 után elítélt magyar rab készített a Józefstadti börtönben fából, és utóbb az egyik leszármazottja belefoglaltatta ebbe az aranykeretbe. A másik karkötőért pedig hosszas nyomozati eljárás, kihallgatás és pénzbüntetés járt a viselőjének, pedig milyen ártatlannak tűnik, nem? Mindössze 9 betű olvasható rajta, PVDTNAKLS, de hát persze a beavatottak, aztán már a kiterjedt titkosrendőrségnek köszönhetően mindenki tudhatta, hogy ezek az aradi vértanúk neveinek a kezdőbetűi. Azért nem 13, csak 9 betűből áll a karkötő, mert hogy több kivégzett tábornoknak azonos betűvel kezdődött a neve. És hogy még romantikusabb legyen a nemzeti ellenállásnak ez a formája, a 9 betűre megszerkesztettek egy német mondatot, amelynek a szavai ezzel a 9 betűvel kezdődtek. Pannonia, Vergiss dein Totni, als Klager leben Sie, vagyis Pannonia, ne feledd halottaidat, mint vádlók tovább élnek ők.